Sorra érkeztek a vendégek a Tiszadobi önkormányzati farm nyílt napjára. A település lakói és a környéken élők egyaránt kíváncsiak voltak a nagyközség helyi mezőgazdaságára. Ezen a közel egy hektáros területen már 4 éve foglalkoznak állattartással és növénytermesztéssel a Tiszadobi közmunkaprogramban résztvevők. A mintafarm sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2015-ben összesen 8,1 millió forint haszonnal zárták az évet. 2016. augusztus végéig ez az összeg pedig már az 5,2 millió forintot is meghaladta. Ez az önkormányzati farm látja el a település intézményeit, így például az óvodát és az iskolát, főznek továbbá a helyi időseknek és a rászorulóknak is. Tulajdonképpen egy kis farmon vagyunk. Ezen a farmon a Start közmunkaprogram keretében tartunk baromfiakat, tartunk sertéseket, és tartunk koncentrált tejütermelő szarvasmarhákat. Gyakorlatilag a sertésállományból a szaporítást nem mi végezzük, mi csak vásároljuk 20 kilós korba a sertéseket, vagy súllyal a sertéseket, és gyakorlatilag a hizlalási tevékenység folyik a farmon. Éves szinte 80 darab állatot hizlalunk, 80 darab állat bekerül, hát ugye először elkerül egy hivatalos vágóhidra, azt követően a hús bekerül a települési konyhára, és a települési konyhán a saját termelésű sertések húsát használjuk fel, mindegy 500 adagos konyhánkon a főzéshez. Innen a vágóhidról, illetve a telepről megy a baromfi hús is be a konyhára. Az önkormányzati farmon folyamatosak a beruházások. Ezeken a tavalyi képeken például még az istáló készült. Mára ez már a borjúnevelőben felnőtt állatok ellátását biztosítja. A teheneink az első laktáción túl vannak. Hát ezek azért nagyon pici tehenek. Ezek a hagyományos tehéz, a Holstein-Friesen vagy a magyar tarkához léptékekkel kisebbek. Ezeknek a súlyuk 320-340 kilós Jersey tehenek, koncentrált tejet termelnek. A múlt évi laktációba, az első laktációba a legjobb tehenünk az 7100 litert meghaladóan termelt. A leggyengébben termelő tehenünk is közelítette 6000 litert. Ebből a tejből szintén a konyhára szállítunk. A konyhán gyakorlatilag konyhatechnikai módszerekkel forralt kávét, tehát kávét, kakaót készítenek a tejből. A tej egy részét viszont szociális juttatásként rászoruló lakosságnak osztjuk szét, illetve hát minden nap megkapják az úgynevezett 2 literes adagot. Itt 212 embert részesítünk tejtámogatásba. Hát tulajdonképpen ez az igazi támogatás az én véleményem szerint. Mert nem biztos az, hogyha pénztámogatást adunk, az mindig arra a feladatra vagy arra dologra költődik, amire éppenséggel adjuk. A tejet biztos, hogy megisszák, vagy otthon házi körülmények között különböző termékeket készítenek belőle a lakosok. Őshonos sárga magyar baromfit is tartanak a farmon. Ezeket, amikor elérik a tojásvetési időszakot, felkínálják a lakosság számára. Így a helyiek egy kakast és 6 ércét vásárolhatnak a farmról. Az önkormányzat egyik célja a farm kialakításával ugyanis az volt, hogy a tiszadobiak számára népszerűvé tegye a háztáji gazdálkodást. Az állattartáson túl még növénytermesztéssel is foglalkoznak. Van egy 19,5 hektáros szántóföldi növénytermesztés, ami elsősorban az állatok takarmányát termeli meg, és van egy több mint 2 hektáros zöldségtermesztési részünk is, ahol zöldségeket állítunk elő. Ezek a zöldségek szintén a konyhára kerülnek.
ez is a konyhának a választékát bővíti úgy, hogy tulajdonképpen ezeket a záróféleségeket, zöldségféléket, tejet, húst, baromfihúst, sertéshúst nem kell megvásárolni, hanem tulajdonképpen ez megtermelődik a közmunkaprogram keretében. A farm legutóbbi beruházása egy baromfi vágópont kialakítása. Ezt a nyílt napon mutatták be az érdeklődők számára. A közel 12 millió forintos fejlesztés majdnem felét a farmon megtermelt haszonból fizették ki, így a nyereséget visszaforgatva épülhetett meg a vágópont. Ez a vágóponton, ha az engedélyezés megtörténik, naponta 150 darab baromfit tudunk levágni. Gyakorlatilag ennek is három funkciója van ennek a kis vágópontnak. Egyik feladata lesz, hogy ezen a farmon megtermelt saját előállítású baromfit vágja le. Másik feladata lesz, hogy a lakosságnak végezzen baromfi bérvágást. És tulajdonképpen egy harmadik feladat is szánunk neki, hogy a környékbeli települések hasonló programjába előállított baromfi termelést, vagy a vágó baromfit szintén a településeknek itt vágnánk ezen a mini vágóhídon. A vágóhídon gyakorlatilag, hogyha napi, mindennapi foglalkoztatásba megyünk, akkor egy 36 ezer darab baromfit lehet levágni, és ez a vágóhíd majd ad, vagy vágópont majd ad négy női dolgozónak munkát folyamatosan egyenlőre közmunkaprogram támogatással, de távlatokban ennek ki kell termelni a munkabérét is ennek a vágópontnak. A baromfi vágópont átadóján Vinnai Győző, a település országgyűlési képviselője is kiemelte, Tiszadobon a sikeres közmunkaprogram egyik oka az országos szinten is ritkának számító önkormányzati mintafarm. Jól használják föl a közfoglalkoztatási összeget. Itt közel 190-en vannak, 188 fő pontosan, akik benne vannak a közfoglalkoztatási programba, egyfelől az önkormányzati, másfelől a Start kistérségi munkaprogramba, és én azt látom itt Tiszadobon, hogy a polgármester úr vezetésével lépésről lépésre a helyi gazdaságot fejlesztik, zöldségeket termelnek, emellett most az állattenyésztésbe is belekezdtek, egy minifarmot egy korábbi időszakban átadtunk itt, és most ez a baromfi vágópont azt jelenti, hogy négy új munkahely fog létesülni, hogyha beindul itt a program, mondjuk ugye a jövő év ilyenkorra talán, vagy 18 elejére, és ez azt jelenti, hogy megvalósul az a fő cél, amely, hogy a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra, a versenyszférába menjenek át az emberek. Itt Tiszadobon mindenki értékeli ezt, kis lépésekkel megyünk előre, és én azt gondolom, hogy ez egy jó gyakorlat, ez egy jó minta, más települések is követhetik ezt. A tiszadobi mintafarm következő nagy terve egy kicsi, de minőségi tejfeldolgozó üzem kialakítása, mivel a koncentrált tejet termelő szarvasmarha állomány egyre gyarapszik. A nőivarú borjaknak az utánpótlása, ugye ez a jövőkép, amit most kisborjukorba tekintettek meg, az már jövőre vemesítve lesz, amit tavaly tekintettek meg kisborjukorba, azok ma már vemesüszők, és jövő év február elejétől kezdődik a zellésük, tehát ők is beállnak a termelésbe, és fokozatosan ilyen 4 és 6 vagy 4 és 7 darab üszőt állítunk be évről évvel a termelésbe. Hát én úgy gondolom, hogy minden összeáll, tehát az avágyunk is összeáll, hogy szeretnénk egy mini tejfeldolgozót rapályázni, akkor egy 28 vagy 25-30 tehénnel meg tudjuk termelni ennek a mini tejfeldolgozónak a tejszükségletét egy nagyon magas beltartalmú érdekel tehéntejjel, és hát végső soron településnek, település környékének egy olyan tejtermék választékot produkálni, amely a lakosság számára árba is elfogadható, és a lakosságnak megvásárolható lesz. Ez a koncentrált tejű tejet termelő szarvasmarha, Jersey szarvasmarha, ez gyakorlatilag a köz nép számára ismeretlen léptékű, beltartalma értékű tejjel rendelkezik. Itt a tejet teheneinknek a tejzsír termelése az meglehetősen magas, gyakorlatilag egy ilyen 6,2% átlagos zsírtartalom van,
de ugye a laktáció vége felé, amikor már a tejtermelés ugye csökken a tehénnél, és készül fel az elésre, vagy indul az elés felé, a következő borjának a vetése felé, gyakorlatilag akkor a tejtermelés mennyisége lecsökken, és zsírtermelés megnövekszik, és van az állományban olyan tehenünk, amikor ebben az időszakban volt, amikor már ilyen 11-14 liter tejet termelt, akkor a zsír az elérte 8 feletti százalékot. Két állandó dolgozó van, az egyik az önkormányzati alkalmazott, az egyik dolgozó, a másik dolgozó Start közmunkaprogram keretében közmunkásként dolgozik a farmon. De ugye időnként vannak nagyobb munkák, mély almos istálóink vannak, a mély almos istálókat ki kell takarítani, rendbe kell rakni. Baromfiak, ahol ha egy-egy baromfi állomány, ami gyakorlatilag egy 400 darabos parti, egy-egy orba, ha azok kimennek, azokat az istálókat ki kell takarítani, ki kell fertőtleníteni, ki kell meszelni. Ilyenkor bejönnek a telepre közmunkások, akik még az itókozók munkáját általában segítik. Ha ezt a közmunkás létszámot éves szintre átszámolom, az időszakos munkásokat, akkor körülbelül a farmon állandó dolgozó három dolgozót lehet számolni. Ez a három fő tavaly egy olyan 21,5 millió forint értéket állított elő. Én bízom benne, hogy az idejében is elérjük ezt a szintet. A település polgármestere hozzátette, a farm hosszú távú terve és fő célja, hogy pár éven belül kilépve a Start közmunkaprogramból, már a nyereségből biztosítsa az alkalmazottak bérét. Bán György szerint a farm elmúlt 4 év sikere a helyiek odaadó munkáját dicséri, amely jó példa lehet más települések számára is.